Az El Camino-n átélt testi és lelki élményeiről tartott beszámolót Szabó Gabriella tegnap a HSMK-ban. Az előadáson egy filmes összeállítást láthattak az érdeklődők, majd kérdéseket tehettek fel az zarándok úton tapasztaltakról. Szepetneken dolgozik óvónőként Szabó Gabriella, aki már 8 éve tervezte, hogy végigjárja a Szent Jakab utat. 2017-ben már kis hiány kijutott, végül idén tudott elzarándokolni Spanyolországba. Az élmény az első az az volt, hogy láttam egy filmet a Dövé a Márti Sín főszereplésével, és akkor az volt, hogy nekem ide mennem kell. Rengetegszer megnéztem ezt a filmet, és mind lelkiekben, mind fejben, mint pedig fizikálisan elkezdtem rá készülni, és először 17-ben terveztem, aztán az nem jött össze, és utána rájöttem, hogy miért. Tehát mindennek oka van, én azt gondolom, és most 21-ben jött el ez az időpont, hogy igen, elkezdtem, végigjártam. Gabriella 810 kilométert gyalogolt a francia-spanyol határtól a Pireneusokon át egészen Santiago de Compostelláig, ami az Atlanti-óceán partjától mindössze 35 kilométerre fekszik. Elmondta, az útra fizikailag nem készült különösebben, pár túrán vett részt, és mellette sokat zumbázott, így az állóképességem megfelelő volt. Azt gondoltam, hogy nagyon fogok izgulni, de már annyira rákészültem, hogy például a repülőút, hogy oda kijutni, meg milyen macera lesz meg, és nem, annyira adott volt minden, és annyira jött minden egymás után, hogy valójában nem volt izgalom, inkább várakozás, hogy mi az, amit kapni fogok, mi az, amit látni fogok, mi az, amivel gazdagabb leszek. A délzalai zarándok szerint az utat mindenki másért teszi meg, és manapság már nem csak vallásos emberek. A többség keres valamit, akár önmagát, akár választ az élet nagy kérdéseire.